Üdvözlöm a kedves televíziónézőket, a Profi című gazdasági magazin műsort látják. Mai adásunkban elsőként beszámolunk a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács beregszászi üléséről, majd bemutatjuk Önöknek a Viski Krüzsely Bélát és a Sajáni ásványvízpalackozó üzemet, amely idén megnyerte a legjobb külhoni vállalkozás díját a Figyelő Top 200 gáláján. Tartsanak velünk! December 20-án tartotta 5. közgyűlését, vidékünk turisztikai vállalkozásait és az ágazatból élőket összefoglaló Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács Beregszászban, a 2. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Grossz Arnold termében, ahol beszámoltak az elmúlt évben lebonyolított programokról és képzésekről, elfogadták a jövő évi programtervet. Mester András, a tanács elnöke, sikeresnek nevezte az elmúlt évet és kiemelte, hogy a terveik szerint a jövő évben még több programmal készülnek azért, hogy a turizmusban dolgozók számára még több lehetőséget biztosítsanak a bemutatkozásra. Az év legnagyobb sikerének azt tartom, hogy sikerült megvalósítani azokat a programokat, amelyeket a múlt év végén kitűztünk magunk elé. Néhányat említenék csak az idegenvezetői képzést, idegenvezetői továbbképzést, a fesztiválok, Kárpátaljai Magyar Gasztro- és Hagyományi Őrző Fesztiválokba be tudtunk kapcsolódni. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy sikerült újra egy olyan évet zárni, ahol szakmailag tudtunk hozzájárulni a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Élethez. Ugye a turisztikai tanács azért is van, hogy összefogja a kárpátaljai turizmussal foglalkozó embereket, és együtt gondolkozzanak, hogy látod, ebben sikerült előrelépést elérni. Hát előrelépés nem is, de meg tudtuk tartani azt a szintet, amit eddig is gyakoroltunk, hogy az elnökségen belül nekünk gyakorlatilag azt lehet mondani, egész Kárpátaljáról vannak tagok, rálátunk egész kárpátaljai magyar turizmusra, és a programokban sikerült bele kapcsolnunk őket, hisz mind a vezetőképzőbe, mind a idegenvezetői tanfolyamra, mind pedig a vendégfogadói képzésbe, mint pedig a vendégház minősítési képzésbe bevontuk egész Kárpátalját. Gyakorlatilag egész Kárpátaljáról érkeztek be igények a programjainkra való részvételre. Ugye szó volt az idei programokról, de beszéljünk most egy kicsit a jövő évi programokról. Mik vannak betervezve, és mi lesz valami olyan újdonság, ami idén kimaradt? Gondolok itt például erre a kiadványra, erre az idegenvezetői turista kiadványra is. De gyakorlatilag a következő éven próbálunk olyan programot szervezni, ami még eddig nem volt. Az egyik legnagyobb az a Kárpát-Beregszászi Turisztikai Expo, amit 2020 őszére tervezünk. Azzal a célra, hogy elhozzuk ide azokat az utazási irodáknak a képviselőit, azokat a turizmussal foglalkozó szakembereket, akik Magyarországon, Kárpát-medencei más vidékein, vagy akár egész Ukrajna területen dolgoznak, hogy megmutassunk nekik Kárpátalját, és megmutassunk nekik, hogy érdemes ide a turistákat hozni. Az idei sikerekből kiindulva a jövő évi programok között ismét meg fogják rendezni a Magyar Konyha hetét februárban, amelyet magyarországi mintára hoztak létre, s a vendéglátók visszajelzéséből is sikerként könyvelhető el, hiszen az adott időszakban mérhetően többen látogatnak el a programban résztvevő vendéglátóegységekhez. Közel olyan 10 évvel ezelőtt gondolkodtunk azon, hogy kellenének rendezvények, így az első fesztiválok akkor jelentek meg, ami kibővült egy Magyar Konyha hetével, úgyhogy ezek az alappillérei egy turizmusnak, szakmai tudás, meglegyen a megfelelő infrastruktúra, meglegyenek a megfelelő programok. Igen ám, de annyi sok akadály van a turizmus terén, ami nem tőlünk függ egy vállalkozótól, amit is elhangzott az elnökségen, például ha külföldi turistákat akarunk fogadni, akkor van egy határátkelésünk, ami nagyon nehéz, egyre nehezebb, tehát mire a turista átér, akkor ára már elmegy a kedve az egésztől, ha 4-6-10 óra hosszát kell állni, amit mi nem tudunk kiküszöbölni, ezt országos szinten kell, két ország között kell intézni. Az útviszonyok szintén különös problémák, szintén probléma a turizmus terén, illetve egy nagyon fontos dolog van, ahogy megtanuljuk a reklámozását, a marketingjét ennek a szakmának, mert hiába van nekem bármi otthon, ha én ezt nem viszem ki a piacra,
és itt értem alatta a turisztikai piacra ki kell vinni a szolgáltatásainkat, akkor nem tudnak róla, akkor nem vásárolják meg. Tehát turizmus turisták nélkül ez nem érdekes, tehát minél több turistát kell ide invitálni hozzánk a térségbe. És itt említeném meg azt, hogy mindenkinek megvan ugyan a maga vállalkozása, de valahol együttesen kell fellépni egy-egy térség bemutatásánál, egy-egy térség arculatának építésénél, és ez a nehézség megvan az emberekben, hogy nehezen mozdulnak. Nehezen mozdulnak, tehát vannak olyan meccéspontok, ahol nekünk együtt kell lépni. Ez például a reklám. Ezt kell erősíteni. És ezért a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács gyakorlatilag ezekben a témakörökben próbál segíteni, rásegíteni a vállalkozóknak, hogy minél többen ismerjék meg a térséget, minőséges szolgáltatásokat biztosítsanak, minél színesebb legyen a program, az attrakciók, ezért vannak a fesztiválok és más olyan rendezvények, amelyek hírt adnak erről a térségről. És a Munkácsi Állami Egyetemnek a szakemberei voltak. A közgyűlés zárásaként átadásra kerültek a tanács és a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőtt Képzési Központja által szervezett idegenvezetői képzésben részt vett immár szakemberek oklevelei is, amelyek által államilag elismert idegenvezetővé váltak. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőtt Képzési Központja a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanáccsal közös szervezésben 2019. szeptemberében hirdette az idegenvezetői képzését meg, melyre szeptember 30-áig lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 26 fő nyújtotta be a jelentkezését, majd október 4-én szóbeli vizsgát követően 22 főt iskolázott be. Nagyon fontos alapkövetelmény volt, hogy az illető már rendelkezzen felsőfokú diplomával, hiszen csak azok nyújthatták be a jelentkezésüket. A 22 fő két hónapon keresztül intenzíven 360 órát hallgatott meg, melynek jelentős része az gyakorlati foglalkozás volt, tehát körülbelül 60%-a a foglalkozásoknak ez gyakorlatban valósult meg, tehát helyszínekre utaztak ki. 18-20 helyszínen voltak ez alatt a két hónap alatt. Azt jelenti, hogy Vereckei Hágó, Uzsoki Hágó, Tatár Hágó, Ungvár, Munkács, Beregszász, Szójva, Rahó, Técső, tehát nagyon sok településen végeztek idegenvezetői tevékenységet gyakorlatban is. Az előadásokon pedig 11 különböző tantárgyat hallgattak, ilyen volt például az etika, a joga turizmusban, vállalkozás, menedzsment, adminisztrációs készségek, protokoll, és természetesen maga az idegenvezető, mire figyeljen oda, ha idegenvezetést végez. Így ők most képesek ellátni külföldi és belföldi vendégeknek az idegenvezetését, adminisztrálni azokat, konfliktusokat kezelni, hiszen ez is benne van a dologban, és élményt is nyújtani, hiszen múzeum, tárlatvezetést is tudnak végezni. 12 különböző tanár oktatta őket, a Beregszászi Főiskola tanárai, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács tanárai, szakemberei, valamint a Munkácsi Állami Egyetemnek a tanára. Professzorok, doktorok, elismert turisztikai gyakorlati háttérrel rendelkező szakemberek, akik olyan minőséget adtak át számukra, amikkel biztosan végezhetnek idegenvezetést Kárpátalja területén. Én azt mondom, amit Szent Ágoston, hogy a világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvasgatja, tehát arra biztatom a végzetteket, hogy ők maguk is utazzanak, szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat, hogy hogy csinálják mások, és építsék bele ezt a munkájukba, hiszen ahogy itt a köszöntő beszédekben is több vendégtől elhangzott, nagyon fontos, hogy megtanuljuk, hogy milyen magas a hegy, vagy mikor épültek az épületek, vagy neves embereknek a bemutatása, de élményt kell nyújtani a turistának, hiszen arra sok év múlva is emlékezni fog, és nagy szeretettel fog visszatérni az adott helyszínre. Az idegenvezetés egyébként az idegenvezető lelkét is nemesíti, konfliktusokat megtanul kezelni, tágítja az ismereteit, és az előítéletei is csökkennek az ideérkező embereknek is, hogyha megismerik a valós tényeket. Úgyhogy mi csak gratulálni tudunk, és reméljük, hogy az itt szerzett tudást nagyban kamatoztatják, és az elért cél és a vágyaikat azt elérik majd a gyakorlás során. Az ilyesfajta képzések azért is nagyon fontosak egy turizmusra építő területnek, mert az általuk átadott információk alapján viszik tovább Kárpátalja jó hírét az ide látogató utazók.
Azt gondolom, hogy az idegenek, akik ide jönnek, azok azért jönnek, mert szeretnék megismerni ezt a vidéket. És az idegenvezető az, akinek a szemén keresztül, tudásán keresztül kapnak információt a vidékről, és nem mindegy, hogy milyen hírünket viszik tovább, és mi az, amit mi elmondunk nekik. Ezért nagyon fontos egy idegenvezető hitelessége, egy idegenvezető tudása, objektivitása, mert ezen múlik az, hogy az az ezer éves kárpátaljai béke, tolerancia megmarad-e a jövőre vagy sem, hiszen ugyanazt az eseményt be lehet mutatni úgy is, hogy a végén teljesen dezinformáljuk a turistákat. Örülök, hogy ebben partner volt a megyei igazgatási államtitkárság, vagy legalábbis a megyei turisztikai főosztály, és közösen adhatjuk ezt a hivatalos dokumentumot, mert enélkül viszont nem lehet idegenvezetést folytatni Kárpátalján. Kárpátalja szerte ismerik, és Kárpátalja szerte szeretik a sajáni ásványvizet. Kezdjük az elejéről a történetet. Mióta palackoznak ásványvizet itt Visk és Saján környékén? Az önök üzemének, gyárának mi a története? Mikor kezdődött? Hát 96-ban alakult a cégünk, és azóta fejlődünk évről évre, javítjuk a minőséget. Úgyhogy a saján ásványvíz mellett a Kárpátok ereje, jó vizet is, jódos vizet is gyártunk, úgyhogy így egyik a másikát húzza. A fő ágazat ez a, mégis a sajáni víz, ez a mi legnagyobb, legkeresettebb. Mit lehet tudni a kútról vagy a forrásról, amiből nyerik a vizet? Milyen jótékony hatása van esetleg? Miért jó ez az ásványvíz? Hát ez egy igazi, igazi híres gyógyvíz. Ez mindenre jó. Ez gyomor, epe, szóval mindenre. Ez egy különleges víz. Mindenki szereti, és szeretettel veszik is. Itták is, úgyhogy. Manapság már ugye többféle változata is van az ásványvíznek, van az erősen gázos vagy buborékos, van a mérsékelten buborékos, van a buborékmentes is. Önök mindegyik fajtát gyártják, tehát mindegyik megtalálható a palettán? Kezdve az erősen dusított, gyenge és sima, ásványvizet is gyártunk, tehát üveges, PET üvegekben is, úgyhogy attól függ kinek, milyen az ízlése, ki mit szeret. Igyekszünk ellátni a vevőket olyan vízzel, amilyen a kérelem, vagyis a kereslet. És melyik egyébként a legnépszerűbb csomagolásra fogalmazhatunk, így a másfél literes, a fél literes, melyik a? Hát még mindig a másfél literesnek van nagyobb keletje, úgyhogy ha a százalékba kell kifejezni, hogy 70%-ba azért a másfél literes. Megy utána például fél literes is, és az üveges is jól megy. A különböző változatok közül a buborékos, az enyhén, szénsavas vagy a buborékmentes, melyik a népszerű? Hát elég egyforma. Sokszor nem tudjuk megalapítani, hogy melyikből mit gyártsunk. Mert van úgy, hogy ha többet csinálunk az erős buborékosból, akkor ha egyformán gyártjuk, akkor mindig valamelyikből hiányzik. Eltalálni nagyon nehéz, hogy mikor mit kérnek. Úgyhogy sokkal után kell palackozni, vagy
a gázmentes vagy a erős buborékos tollad egy ilyen szezonális. Mit lehet tudni az ukrajnai vagy a kárpátaljai ásványvíz piacról vagy kínálatról? Mennyire túltelített a kínálat, vagy mennyire nagy a konkurencia talán? Rengeteg termelő lett, mivel nincs, nem tudnak más, ha megszűntek a termelő szövetkezetek, meg gyárak, stb. Hát üzletből van sok, meg ásványvíz palackozó cégekből van sok, úgyhogy konkurencia nagy, és elég nehéz a piacon most már meglenni. Így állunk. Mennyi időbe telik, ameddig a föld alól a forrásból a boltok polcaira kerül az ásványvíz? Hány lépésben kerül kitermelésre, palackozásra és a boltok polcaira? Hát, avval kezdjük, hogy a sajánból vezetéken jön az ásványvíz. Utána filtereződik és megy a döntésre. Ez az utolsó szakasz, ahol most állunk. Itt ez a befejező szakasz. Úgyhogy gyakorlatilag ez megy, gyorsan megy, hogyha dolgozunk. Hova értékesítik, hol található meg Ukrajna szerte vagy Kárpátalján az ásványvíz? Főképpen Kárpátalján, egy 80%-a a termelésünknek Kárpátaljára megy. Kijev, Ivano-Frankivsk, Lemberg, az egész Ukrajnában megy, de folyamatosan azért a legjobban Kárpátalján, hogy itt ismerik, mond neve.
Az elmúlt évek alatt számtalan díjat és elismerést begyűjtött már az önök ásványvíze. Az egyik legutóbbi a Figyelőnek a Top 200-as gáláján egy határon túli díj. Mit kell tudni erről a díjról, kikapják meg, mekkora elismerés ez? Hát nagy megtiszteltetés, hogy minket választottak erre a díjra. Hát nyilván igyekeztünk már sok éven keresztül, évtizedeken keresztül dolgozunk eredményesen, úgyhogy nyilván ez a gyümölcse. Kik kaphatják meg egyébként? Hát ez a határon túl magyarok, vállalkozóknak a eredményes munka, akit megválasztanak a top 200-asból ki a győztes. Na most 19-ben hát én vettem. Elég sok munka van ezért ebben a díjban, vagy az elmúlt években. Nem könnyű egy ilyen gazdasági körülmények között, meg politikai körülmények között, mondtam, ilyen Ukrajnában van, főleg ugye 14 óta gazdasági válság is, munkaerő elvándorlás. Hogyan tud például munkaerőt megtartani? Ugye itt azért szakemberekre is szükség van, szalagmunkásokra is szükség van. Hogyan tud munkaerőt biztosítani a cég a gyár működéséhez? Ez egy elég jövedelmező ágazat, és ez segít abban, hogy megfelelő bért tudjunk fizetni, meg tudjuk fizetni a munkát, a szakembereket, vissza tudjuk tartani azokat az embereket, akik kulcsembereket meg kell fizetni, mert egy ember is, valamikor egy emberen is múlik az, hogy a cég tovább fog működni, vagy nem fog. Hát ilyen kulcsember meg elég sok van a cégben, legalább 5, úgyhogy komoly fizetést kell adni nekiek, hogy tudjuk megtartani őket. Na hát ez az ágazat elég jövedelmező a víz, többi ágazatok már gyakorlatilag le is álltak, több mindennel foglalkozunk, egyelőre reméljük, hogy tavasz eljön és megkezdődik megint a mezőgazdaság, a fűrészárú, a zsalú kövek gyártása, van nekünk szárítunk is, ilyen 150 köbméteres szárítunk, kitűnő, nincs kinek szárítani, ott áll, úgyhogy sokat fektettünk, sokat dolgoztunk, de nem mindent tudunk effektíven használni. Jelenleg ez tartja el a többit is. Sajnos úgy alakul ki, hogy egyben még működik, de külön-külön csak a víz tud most már talpon maradni. Tehát egy sikeres vállalkozónak idézőjelben az egyik alapelve, hogy több lábon kell állni. Nagy a terület, sok az objektum, és akarodik, hogy minden épületben valami mozogjon, valaki dolgozzon. Úgyhogy arra törekedtünk, ahol nekem a cél mindig, hogy minden sarkában a cégnek mindenhol valaki dolgozzon. El is értem, és most meg sajnos kell épülni lefele. Ha nem lesz olyan változás, akkor itt nem problémák lesznek. Úgyhogy így állunk. Optimisták vagyunk, reméljük, hogy a jövő szebb jövő lesz, úgyhogy várjuk a 20-os évet, és jobb reményekkel fogunk neki fogni a munkának. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket 2020-ban is. Viszontlátásra!